Arról már tavaly megállapodás született a Magyar Fejlesztési Bank és a Nyíregyházi Önkormányzat között, hogy a Szabolcsi megye székhelyen is létrejön egy tőkealap, ami a helyi kis- és középvállalkozásokat segíti. Az országban már 7 városban működik ez a konstrukció, a járványhelyzet miatt Nyíregyházán azonban néhány hónapot várni kellett a gyakorlati megvalósításra. A tőkealap kezelését végző társaság vezérigazgatója szerdán tartott sajtótájékoztatón elmondta, átlagosan 2-300 millió forintot szeretnének beinvestálni egy-egy cégbe, ezzel a 12 éves futamidő idejére kisebbségi tulajdonrészt vállalnak. A befektető a vállalkozások fő döntéshozatalaiba nem kíván beleszólni, az anyagi hozzájárulás mellett azonban igény esetén tanácsadást nyújt. Ezáltal azt reméljük, hogy egyről a kettőre tud jutni, új beruházásokat tud végrehajtani, akár forgóeszköz finanszírozásban is tudunk neki segíteni, működési költségeket is fedezheti ebből. Ugyanúgy viselkedik a mi pénzünk, mint hogyha valaki betenne egy zsákpénzt egy vállalkozásba. Egy vállalkozás bővítésére és fejlesztésére alapvetően 3 lehetőség kínálkozik: önerő, hitel vagy valamilyen pályázati forrás. A nyíregyházi tőkealap egy negyedik opciót biztosít a helyi cégek számára. Szerda délután egy workshopon tájékoztatták a cégek képviselőit. Az eseményen megjelentek száma is azt mutatja, sokan érdeklődnek az új támogatási forma iránt. Már így is körülbelül 10-15 cég az, aki komolyan érdeklődik, elkérte többek között mondjuk a jelentkezési csomagot, amelynek a kitöltése szükséges ahhoz, hogy el tudjon indulni az a folyamat, amelynek a végén optimális esetben megkapják a kért tőkebefektetést. A 15 érdeklődő közül 5 cég van olyan, aki már beadta a jelentkezési lapot, és velük úgymond a nagyon-nagyon első lépések már meg is történtek. A mai rendezvénynek az a célja, hogy magát a városi tőkealapot, mint egyfajta vállalkozásfejlesztési opciót be tudjuk mutatni a cégeknek. 2019-től kezdődően egy befektetés ösztönzési stratégia segíti a nyíregyházi vállalkozásokat. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, a városban évről évre egyre több szakképzett ember dolgozik az iparban. Az önkormányzat éppen ezért fontosnak tartotta a vállalkozásokat összefogó Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. Fejlesztését és a nyíregyházi cégvezetők ösztönzését. Másik nagyon fontos projektünk, hogy 88 hektárt vásároltunk a Debrecen út melletti déli ipari parkunk bővítésére. Ennek megtörtént az átminősítése, megtörtént a régészeti feltárása, lőszermentesítése, talajmechanikai vizsgálata, és már folyik a tervezése egy bekötő útnak, amelyet még szeretnék ősszel elkezdeni, hogy tudjuk fogadni az új befektetőket. Az új befektetők közé soroljuk természetesen a nyíregyházi cégeket. A befektető elsősorban nem startup cégek, hanem évek óta nyereségesen működő, fejleszteni kívánó vállalkozások jelentkezését várja. Különösen fontos lehet a térségben tradicionálisnak számító feldolgozóiparban, így a gumi és műanyaggyártásban, valamint a kereskedelmi és építőipari szektorokban tevékenykedők támogatása. A remények szerint ezek a cégek a támogatásnak köszönhetően a nemzetközi piacon is komoly szereplővé válnak a következő években.